Sziasztok, kedves nézők, örülök, hogy itt vagytok velünk az M3 autóparkban. Egy nagyon szép balkezű hölgyet, urat láttok velem. Ő segít minket, koncertó, ő lesz a segítségünkre. Nagyon jól tudod mutogatni, úgyhogy igazából érdemes rá figyelni, és hát persze rám is, mert én mondom a szöveget hozzá. De látjátok, nagyon szép bordás kormány, ugye nem véletlenül 78.736 kilométert futott. Aztán még van itt extra, mindjárt visszatesszük, ott jobb fölül van ugye ABS-ünk, ugye, és légzsákos is hallható, könnyen indul, szépen jár a moci benne, 68 lóerős ez az újfajta benzinmotor, ami a Ford K-ban jár, igen vadócon viselkedik, hogyha rá lépünk a gázpedálra, amit meg ki fogunk próbálni. Van légzsákunk 2 darab, ugye egyik itt van, a másik pedig ott van, gyári zenénk van, ez jól szól, manuális klíma, 5-ös váltó, ott is meg lehet nézni, mik található, és itt vannak a kulcsok is. Na és akkor persze természetesen állandó szakértőnk Feri és Peti is itt van, látjátok, nagyon-nagyon néznek valamit, ugye én azt gondolom, hogy ezt érdemes megnézni, 76 ezer kilométernél tavaly volt vizsgán ez a kocsi, úgyhogy garantáljuk a kilométerét biztosan. Az autónak 2 elektromos ablaka van, elektromosan nyitható a hátsó ajtó, gyönyörű a szövetkárpit benne, fantasztikus kompozícióban, így tudunk beugrani hátra. Látjátok, az is nagyon szépen rendben van, nem cigis, hölgyé volt, bár azt gondolnám, hogy ezt hölgyek keresik ezt a típust. Ez zöld színű, gyári, és kibillenthető. És akkor látjátok, egy nagyon szép tűzpiros autót nézegetünk, amin ugye 4 darab nagyon jó állapotú gumi van. És akkor nézzük a csomagterét is, itt is gondos volt a gazdája, szépen benne hagyott minden, olyan tartozikat, ami esetleg szükséges lehet majd az idők folyamán. Nézzük a jószágnak a jobb oldalát. Nagyon mutatos, nagyon szép. Most jött a takarítóból, de amúgy szerintem anélkül is szép lenne. Kinyitom az elejét. Jó minőségű akkumulátor. És csendes, szépen duruzsoló Ford motor. 1.3-as benzines. Vár benneteket ez a kis tűzpiros csodaszekér az M3 autóparkban, legyen a tiétek, a viszontlátásra!